Kuriózum hangszert vásárolt a jegybank egyik alapítványa 32 millió forintért. A hangszerek Rolls-Royce-ának tartott Steinway zongorát használtan vették, a vételárban a szállítás költsége is benne van, a felújítási azonban nincs. Matolcsy György alapítványánál ezt a gyűjtőknek való darabot találták, ugyanis a legmegfelelőbbnek arra, hogy a most épülő galériába tervezett zenei programokon megszólaltassák. A budai várban lévő 60 Ilónyai villa épületét több mint 4 milliárd forintért vásárolta meg a Palace Athénée Domus Animae, a jegybank egyik alapítványa. Ez az az épület, amelyben borozó, bormúzeum és étterem is lesz. Valamint a nemrég 32 millió forintért megvásárolt kuriózum hangszer, az 1896-os Steinway zongora, amelyet az alapítvány legmegfelelőbbnek tartott a tervezett zenei programokhoz és az épület színvonalához. Ő egy svájci óra, tehát ő egy profi hangszer. Ezt a szakember mondja a Steinway zongorákról. Zoltner Rudolf évtizedek óta zongorák között él. Vesz, elad, felújít és javít is hangszereket. Úgy véli, a Steinway márkanév általában garanciát jelent a zongoristáknak. Művészek szeretik, pontosan ez, mert biztonságot ad neki. De számos márka van, ami ugyanúgy nagyon a Stengrébe rendzőne, vagy amerikai Baldwin, Manson & Hamlin, vagy ma Paulello egy francia márka, vagy ugye ott a Fazioli meg Bösendorf, amit az európai piac is ismer, tehát lényegesen több jó márka van. A Liszt Ferenc zongoraterem tulajdonosa szerint Steinwayt nem lehet akárhol kapni. Kevés van belőlük, és még kevesebb az eladó darab. A jegybank alapítványa pedig egyenesen egy C-modellt vásárolt, ami gyűjtőknek való ritkaság. Ezért a 32 millió forint nem sok érte. Itt a célt kell megnézni, hogy milyen célra használjuk ezt a bizonyos hangszert, de az biztos, hogy ennek már egy kicsit ilyen gyűjtő hatása is van. Tehát jó rendelkezne egy ilyen hangszerrel, hiszen az 1900-as évek körüli hangszerek nagyon-nagyon jól elkészültek, és egy lehet, hogy egy olyan speciális hangkaraktere van, ami csodálatos, amit nem lehet pénzben mérni. Ám a szóban forgó hangszer megvásárlásáról Zoltner Rudolf sem tudott semmit. Szerettünk volna információkat kérni a Steinway kizárólagos magyarországi forgalmazójától erről a bizonyos zongoráról. A cégvezető azonban kérdésünkre azt a tájékoztatást adta. Az ügylet nem rajtuk keresztül zajlott, sőt, nem is tudnak róla semmit. A zongoravásárlás másik érdekessége, hogy a Magyar Nemzeti Bank korábban 60 millió forintot adott a Bogányi Gergely nevéhez fűződő hazai fejlesztésre, a csoda zongorára. Az MNB alapítványa mégsem ezt választotta a majdani galériájába.